téli madáretetés fontos szabályai, ha nyáron etettük őket, ne télen hagyjuk abba. Erre hívják fel a karcagi ovisok figyelmét az óvónénik. A téli madáretetés a karcagi ovisok számára már mindennapos tevékenység, ismert gyakorlattá vált. A tavasz folyamán, amikor ez a Covid időszak bejött, akkor kialakítottuk a kerteket, de közben az iskola kertek alapítványtól 300 ezer forintot nyertünk egy kert pályázaton. Úgy gondoltuk a nevelőközösségünk, hogy annak a épületünk a teljesen megújult, ezért szükség van a kertnek a megújítására is. Ezért pályáztunk erre a pályázatra, és az ősz folyamán kialakítottunk egy olyan ökokertet, amely alkalmas lesz arra, hogy a gyerekek majd sokféle aprólékos megfigyeléseket, tapasztalatszerzési lehetőségeket, kis kerti programokat itt kint a szabadban megvalósíthassanak. A zöldfa oviban is számos állatbarát jár. Az udvaron körülnézve mindenfelé madáretetőket lehet látni. A kialakítás során felhasználtuk azokat az anyagokat, amelyet a pályázat biztosított számunkra, így a komposztáló erőnyeket, az esővízgyűjtőt, a kert kialakításánál akácpallókat kaptunk, ami most nem látszik, mert csak a kialakítás során úgy alakítottuk ki a kertet, hogy a gyerekek be tudjanak majd menni. Egy sárosabb időszakban is meg tudják figyelni, hogy mi történik a maggal, a növényekkel. És már az ősz folyamán elültettük azokat a hagymákat, amelyek a telet bírják, és a gyerekekkel együtt alakítottuk ki ezt a kis kertünket. Az élmény volt maga az, hogy hogyan alakul ki a kert. Ez a kis titkos ösvény, ami elvisz bennünket a kerthez. A kert logóját elkészítettük a gyerekekkel. Ez mind-mind olyan élményt jelentett számukra, amit megosztottak a szüleikkel, és esetleg otthon is kedvet kaptak a kertészkedéshez, illetve a kert megműveléséhez és gondozásához. Az óvónénik egy nagy hibára is felhívják a legkisebb állatvédők figyelmét. Mégpedig az emberek sokszor túlzásba viszik a segítő szándékot, és már egész évben etetik a madarakat, sajnos nyáron is. Melynek káros hatásai vannak az állatokra nézve. Ugyanis ebben az évszakban maguknak kellene megkeresniük a táplálékot. Éppen ezért a nyári szezonban semmiképpen nem szabad eleséget kitenni a madaraknak, és télen is csak akkor, amikor nagyon hideg van.